A hétköznapokban akaratomon kívül is elég sokszor hallgatok retro zenéket, a szintén ugyanerre a névre keresztelt rádióból. És mivel elég sokszor hallom Jackson Billie Jean-jét és a szintén ugyanezt a rádiót hallgatók Michael Pedo Jacko primitív megjegyzését, ezért ma nem más, mint Michael Jackson témája lesz a középpontban. Előadhatnám most magam, hogy mennyire nagy Michael Jackson fan vagyok, csak azért, hogy védelmébe vegyem a pop királyát, viszont az az igazság, hogy én sosem voltam Jackson rajongója. Jó, egy számban az Akonnal közös duettje, amit bármikor szívesen meghallgatok, meg talán a We Are The World. Ennek ellenére ebben a videóban zanzásítva beszélek minden idők egyik legsikeresebb előadójáról, Michael Jacksonról. Végigveszem az őt körülvevő teóriákat, a botrányokat, az őt körülvevő összeesküvés elméleteket, mindezt természetesen pro és kontra, de szerintem először kezdjük ott, ahol mindez elkezdődött. Michael Jackson, hogy is mondjam, nem túl rózsás gyermekkorával. Persze ez attól függ, hogy honnan nézzük, hisz Joe Papa agresszív nevelése végül célt ért, viszont szerint kis véleményem szerint a tehetség az fenyítés nélkül is tehetség marad. Ugyanis Michael édesapja Joe rendszeresen verte gyermekeit annak érdekében, hogy popstárt neveljen belőlük. Michael, amikor már felnőttként először 1993-ban beszélt apjáról, akkor úgy nyilatkozik róla, hogy egyszerűen hány ingere volt, ha meglátta az apját, mert a próbákon mindig egy szíjjal a kezében járkált, és addig ütötte őket, amíg nem énekeltek hibátlanul. Véleményem szerint Joe Papa valahogy úgy próbált értelmet adni saját életének, hogyha a fiaiból sztárt nevel, és ez végül sikerült is, ugyanis szinte az egész világ ismeri fiának a nevét, Michael Jackson. Joe a fiait, köztük Michaelt is egy testvérekből álló bandába képzelte el, akik folyamatosan turnéról turnéra járják az egész világot. Az apa mindent is megtett ennek érdekében, ezért fiai, persze mint mondtam apjuk agresszív benyomására, megalakították először a Jackson Brothers-t, majd később a The Jackson 5-ot. A testvérekből álló banda apjuk örömére kezdetben még sorra küzdi le az akadályokat, egyre nagyobb sikereket érnek el, de szépen lassan kirajzolódik az a kép, hogy az egyik Jackson tehetségesebb, mint testvérei. A 24 éves Michael már az első lemezével Grammy-díja zsebelt be, a második Thriller című lemeze pedig 8 hónapig az első helyet is kibérelte, ezzel ez az album lett minden idők egyik legkeresettebb albuma. Ezek után Michaelt, hadd ne mondjam, elég nagy vállalatok környékezik meg, szívügyévé válik a világ jobbátétele, az emberek segítése, ezért a turnékból befolyt összegből több milliót adományoz rákbetegeknek, kórházaknak, gyermekotthonoknak. És csak hogy egy magyar példával is éljek, 1994-ben, amikor Jackson ellátogatott egy budapesti gyermekkórházba, találkozott egy súlyos májbetegségben szenvedő kisfiúval, Farkas Bélával, akinek az orvosok csak pár hónap jósoltak, mivel Béla szülei nem tudták kifizetni a kis Béla műtétjét, de Jackson annyira szeretett volna segíteni a kis Bélán, hogyha bár ez kis összeg volt neki, de kifizette a kisfiú 30 milliós műtétjét, és a további kezelésére is fordított még további 20 millió forintot. Jó pár évvel a budapesti gyermekkórházba tett látogatása előtt egy táncpróba alatt Jackson eltöri az orrát, majd az orrplasztikai műtét után Jackson légzési nehézségekre panaszkodik, ezért többször is átszabatja az orrát, de nem csak az orrát, hanem konkrétan majdnem az egész arcát, és néhány nem látható testrészét is. Azt tudni kell, hogy Jackson édesapja Joe Jehova volt, ezért Michael is ezt a vallást követte, mindaddig, amíg a Jehovák gyülekezete nem szólt bele a fellépéseibe és videóklipjeibe. De Jackson nem nézte jó szemmel, neki nem mondja meg senki, hogy mit csináljon, ezért szakította a Jehovákkal. Szerintem haladjunk időrendi sorrendben, mert úgy átlátható, valamint így jobban megtalálhatóak az összefüggések, márha vannak. 1993-ban egy fogorvos Evan Chandler pedofíliával vádolja meg Jacksont. Azt állítja, hogy Jackson szexuálisan közeledett 13 éves fiához, Jordanhez. Egyébként a kis Jordan párszó valóban találkozott Jacksonnal is, elvileg sokat beszélgettek telefonon, de hogy valóban megtörtént-e mindaz, amivel Jackot vádolták, amit most ebben a videóban nem szívesen részleteznék, végül nem derült ki. Nem történt további nyomozás, mert Jackson és Jordan apja, Evan Chandler fogorvos, peren kívül több millió dollárban megegyeztek egymással, így a fogorvos visszavonta a pert. Érdekes azonban, hogy ezen megállapodással egy időben Jackson feleségül veszi Elvis Presley lányát, Lisa Mary Presleyt, de egy év múlva elválnak. Egy másik meglátás szerint Jackson a Lisa Presleyvel kötött házasságával csak a heteroszexuális beállítottságát szerette volna igazolni, annak érdekében, hogy elterelje magára a nyilvánosság pedofíliával kapcsolatos megítélését. Pár hónap múlva Jackson
újra megnősül, feleségül veszi bőrgyugyászának asszisztensét, Debbie Rowe-ot, akitől 3 év után már a második gyermek megszületését követően szintén barátságban válnak el. Pont ugyanolyan barátságban is jó indulattal válnak el egymástól, mint Lisa Prestivel is. Még egy kis érdekesség, hogy Jackson a második feleségével, Debbie Rowe-val csak úgy volt hajlandó összeházasodni, hogyha előtte írnak egy házassági szerződést. A szerződésben Jackson kiköti, hogy válás esetén nem a vagyona felét, hanem csak egy házat és pár milliót hajlandó adni feleségének. Olyan, mintha Jackson előre tudta volna, hogy válni fognak, de persze az is lehet, hogy csak felkészült a legrosszabbra. Ezek után, és miután Jackson megkapja minden idők legsikeresebb férfi előadója címet, újra egy botrány kerekedik Jackson köré. Szintén egy 13 éves fiú szülei azzal vádolják Jacksont, hogy molesztálta a fiúkat, és olyan kapcsolatot létesített vele, amiben most nem mennék bele bővebben. A lényeg, hogy elég durva dolgokkal vádolják. Ennek hatására egyre többen határolódnak el Jacksontól, visszaesik a bevétele, elhagyják őt a szponzorok, és mivel Jackson nem az a típus volt, aki beosztotta a millióit, ezért több milliós adósságot halmoz fel, amely adósság évről évre egyre csak nő. És csak hogy a másik oldal sem maradjon szó nélkül, Jacksont egyébként védelmébe vette a reszkesetek betörők Kevinje, Macaulay Culkin is, aki még a reszkesetek betörők forgatása után barátkozott össze Jacksonnal, ekkor mindössze Culkin csak 10 éves volt, Jackson pedig 32 éves, és 22 év korkülönbség ellenére is nagyon jól kijöttek egymással, többször napokat töltöttek együtt Jackson vidám parkjában, ami talán szintén bizonyítja Jackson szellemi színvonalát is. Culkin a bíróságon eskü alatt tanúskodott Jackson ártatlansága mellett, és azt mondta, hogy Jackson sosem csinált semmi rosszat, és nem is tudja elképzelni róla mindazt, amivel megvádolták, mindig is jó barátok voltak, semmi több. Itt szeretnék kitérni magára Jackson személyiségére. Remélem nem sértem meg a Jackson rajongókat azzal, hogyha azt mondom, hogy Jackson nem volt a legélesebb kés a fiókban. Mivel már gyerekkorában elkezdte építeni a karrierjét, persze, mint mondtam, az apja nyomására, a próbák miatt, a fellépések miatt a kis Michael nem járt iskolába, és nem mondok újat azzal, hogy még csak magántanuló sem volt. A hallotti anyakönyvi kivonatába az van beleírva, hogy középiskolát végzett, legalábbis papíron. Bizonyára nem a tanulás volt számára az első két fellépés között, és biztos, hogy nem a történelemkönyveket bújta a repülőgépen, hisz mindene megvolt tanulás nélkül is. Ezen kívül szerintem a gyerekkori sérelmek biztos, hogy nagy nyomot hagytak Jackson életében, mivel az édesapja ugyebár nem hagyta fejlődni a személyiségét, ezért a személyisége idővel eléggé eldeformálódott. Én úgy látom, hogy egy felnőtt testbe bújt gyerek volt, ezért is vette körbe magát gyerekekkel, és azt még nem is mondtam ebben a videóban, de Jackson kis túlzással egy vidám parkban lakott. Saját hullámvasútja volt, a háza pedig olyan volt, mint egy Disneyland egy kiragadott szobája. Nem vagyok pszichológus, de szerintem ezekkel a folytonos plasztikai műtétekkel is valami olyan sérelmet szeretett volna kompenzálni, amit még gyerekkorában az édesapja nyomott el benne. 2009-et írunk, Jackson orvosa, a Dr. Conrad a 911-nek telefonál segítségért, miszerint Jackson az ágyon fekszik, és jöjjenek gyorsan, mert valami nincs rendben vele. A mentő azonnal a helyszínre siet, de többszöri újraélesztés után sem tudják visszahozni őt az élők közé, és délután hivatalosan is bejelentik, hogy Michael Jackson a pop királya tragikus hirtelenséggel gyógyszertúladagolás miatt elhunyt. A világ ebben a pillanatban lesokkolt, annyian keresnek rá a neten Jackson halálára, hogy több rendszer is összeomlik. A gyászszertartást állítólag a statisztikák szerint minden hetedik ember élőben nézte a tévében vagy hallgatta a rádióban. Jackson halálának oka hivatalosan gyógyszertúladagolás volt, amivel orvosát, a Dr. Conradot vádolták, hisz olyan nagy mennyiségű propofol volt Jackson szervezetében, amit még elsőre az orvosok sem hittek el. Térjünk is rá azon teóriákra, amelyek nem fogadják el a hivatalos álláspontot, miszerint Michael Jackson az orvosa felelőtlensége miatt gyógyszertúladagolásban halt meg. Az első ilyen teória, miszerint maga Jackson sok halt be, eluralkodott rajta az öregedés gondolata, vagy csak egyszerűen az eladósodás, és ki tudja még, hogy miért a fejében, lehet ott lapult a fejében az a túlvállalás is, amit a This Is It alatt vállalt el. A This Is It egy olyan koncertsorozat lett volna, amelyet egyetlen helyszínen rendeztek volna, egy 20 000-es londoni arénában. Az eseményre több mint 1 millióan jelentkeztek, ezért Jackson vállalta, hogy végigviszi, és kevesebb mint egy év alatt lenyom 50 giga koncertet, egy hónapban ez 7 koncertet jelent, mindezt több mint 20 000 ember előtt. Ezt a koncert sorozatot, amit Jackson vállalt, sokan szinte lehetetlennek tartották, mert az emberfeletti teljesítmény lett volna, mint magától Jacksontól is. Már a fogadóirodákban fogadni is lehetett Jackson fizikai összeomlására, és lehet, hogy ezzel Jackson is tisztában volt,
érezte, hogy nem fogja bírni, ezért úgy döntött, hogy inkább ő veszi kézbe az életét, és egy kicsit több gyógyszert vesz be a kelleténél. Nagyon nagy hangot kapott az a teória is, miszerint Jackson valójában csak eljátszotta a halálát. Sorra kerültek, és a mai napig kerülnek elő olyan felvételek, amelyeken járókelők véletlenül összefutnak Jacksonnal, ahogy épp a testőrei társaságában sétál este az utcán. Ezt az elméletet több tény és furcsaság is erősíteni látszik, legalábbis sokan így gondolják, ezért most végigveszem zanzásítva az ide tartozó elméleteket, és mindenki eldönti, hogy mit gondol Jackson színészi képességeiről. Egyébként Jackson valóban nem volt egy rossz színész, több filmes szerepet is rábíztak, nagyon szerette a filmes technikákat, ötleteket és főként az őt ábrázoló viasz figurákat, amellyel egyszer meg is viccelte a háza előtt ólálkodó fotósokat. Egyszer egy szinte önmagára hajozó viaszbábút tett egy mentőbe, és a házából kacagva figyelte, hogy a fotósok rohannak a szirénázó mentő után, és fotózzák a Jackson viaszbábút. Sokan hasonlóságot vélnek felfedezni a halála és az előbb említett viaszbábús vicc között, hisz a forgatókönyv az szinte majdnem ugyanaz. Baloldali kép Jackson halála előtt egy nappal készült, a jobboldali kép pedig már a halála napján, a mentőben, és sokak szerint, mintha nem is ugyanaz az ember lenne. Legalábbis vannak apróságok, amelyek eltérnek az egy nap különbséggel készült képek között, de szerintem ez csak a képek minősége miatt van. Talán csak véletlen, de a Morfin című számának szövegében megemlíti, hogy majd szívrohamban fog meghalni, és megemlíti a gyógyszerének a nevét is, egyesek szerint olyan, mintha előre látta volna, hogy mi fog történni, vagy lehet megtervezési gyakart üzenni közönségének, de persze az is lehet, hogy csak véletlen egybeesés. Amiért még Jackson a halálának eljátszása mellett dönthetett, az a 400 millió dolláros tartozása volt. Nem mennék bele bővebben, hogy mire költötte azt a rengeteg pénzt, amit a koncertjeiért kapott, de mint mondtam, Jackson nem volt az a spórolós típus, sokat adományozott, nem sajnálta a pénzét, a Disneylandre hajazó házát is folyamatosan csak újítgatta, a Vidán parkját többször is átépítette, amíg olyan nem lett, amilyet ő szeretett volna. Ami érdekes, hogy a számítások szerint a kiadásait és a bevételeit összeszámolva volt kb. 500 millió dollár, amit nem lehetett tudni, hogy mire költött, vagy hogy hol van. Egyesek szerint ez a félmilliárd dollár valahol valamelyik titkos szigeten van Jacksonnal is a személyzetével együtt. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy Jackson mind a mai napig több milliókat zsebel be csupán a jogokból és a lemezei eladásaiból, és ezt az évi több millió dollárt a hivatalos álláspont szerint a családja kapja, de vannak, akik úgy gondolják, hogy mindeközben Jackson vegan él ebből a pénzből, jobban átpasztikázott, már-már felismerhetetlen arccal, valamelyik szigeten távol a világ elől. Ezen kívül több elmélet is szányra kapott Jacko halálát illetően, vannak, akik a családját, de vannak, akik a lemezkiadóját, vagy azokat a cégeket gyanúsítják, akiknek Jackson elég sok pénzzel tartozott, de van, aki az állami szerveket gyanúsítja, hisz pont úgy, mint Bob Marley esetében, Jackson is elképesztő tömegeket tudott megmozgatni csupán a zenéjével, ami nem tetszett a felső vezetőknek, ezért ezen elméletet folytatva az előbb felsorolt lehetőségek közül valakit megbízta Jackson orvosát, Dr. Conradot, aki jó pénzért belement az üzletbe, és rávette Jacksont, hogy duplázza meg gyógyszer adagját, mert elhitette Jacksonnal, hogy dupla adag gyógyszerrel minden koncertje sokkal jobban sikerül majd. Egyébként azt nem mondtam, de a doktor úr 4 évet kapott felelőtlenségért, viszont jó magaviselet függvényében 2 év múlva szabadlábra helyezték. Mindemellett több államban is eltiltották orvosi hivatásától, de hogyha tényként tekintünk arra a teóriára, hogy a dokit több millióért megbízták a feladatával, akkor ez a 2 év börtön a doktor úrnak bőven megérte. Végezetül szeretnék még kitérni botrányaira, és arra a bizonyos több órás Michael Jacksonról szóló dokumentumfilmre. Nem tudom hányan látták már ezt a dokumentumfilmet, de én csak erős idegzetűeknek ajánlom, konkrétan egy 18 pluszos filmről van szó, amit szerintem túlzás dokumentumfilmnek nevezni, én inkább egy polgárpukkasztó botrányfilmnek mondanám, amelynek a fele sem igaz, legalábbis egyre több olyan nyilatkozat jelenik meg, miszerint a film ezen pontja, meg azon pontja sem igaz, és semmi köze a valósághoz. Nem szeretném részletezni a filmet, viszont tényleg elég gyomorforgató részletek vannak benne, és egyáltalán nem szeretnék Jackson védelmébe állni, mert akit ilyen dolgokkal vádolnak, mint ami a filmben is elhangzik, és ennek akár csak egy kis szelete be is bizonyosodik, akkor szerintem még az emberi igazságszolgáltatás sem tudna annyi büntetést kiszabni rá, hogy elnyerje azt a büntetést, amit meg is érdemel. Viszont még mindig nem szabad egy botrányfilmre úgy tekinteni, mintha tények lennének, főleg úgy, hogy a vádolt fél már meg sem tudja magát védeni, és nem tudhatjuk, hogy nem-e a pénz volt a hajtóerő a film ötletének a kitalálásakor. De egyébként Jackson nem mintha meg tudta volna magát védeni, mert amikor még éltében molesztálással vádolták, akkor sem volt olyan szellemi szinten, és egyszerűen nem is értem a viselkedését. Ami pedig Jackson ártatlanságát illeti, Jacksonnak több mint 10 kisebb botránya volt szülőkkel,
és hadd ne kelljen részletezzen bővebben. Egyébként ki az a szülő, aki elengedi a 8 éves gyermekét, hogy menj fiam, játszatok együtt, és majd 3 nap múlva megyünk érted, és ezek után mondja valaki azt, hogy ezeknél a szülőknél nem a pénz volt a hajtóerő. Jackson a gyerekek szüleivel mindig perenkívül állapodott meg, minden egyes ügy esetében több 10-20 millió dollárról beszélünk, ami már Jackonnak sem volt olyan kis összeg. Ezek után felmerül bennem a kérdés, hogy miért költött Jackson több mint 200 millió dollárt perenkívül ügyek elintézésére, hogyha valóban ártatlan volt. Simán mondhatta volna, hogy nyugodtan állok elébe a pereskedésnek, mert én nem vagyok bűnös. Vagy csupán annyi pénze volt, hogy bárkinek csak úgy osztogatta a pénzt, bárkinek, aki bármivel is megvádolta, csak hagyják őt nyugodtan koncertezni. De a vádok ellenére és a botrányok ellenére még ezek után is csak olyan nyilatkozatokat tett, amelyek félreérthetőek, és továbbra sem vett vissza félreérthető viselkedéséből. Szóval ebből a szempontból én végképp nem értem, hogy ekkor mi játszódott le a fejében, viszont néha tény és való, hogy úgy viselkedett, mintha azt sem tudná, hogy mit csinál, és mintha azt sem tudná, hogy az, amit csinál és amivel viccelődik, az nem az a pont, amivel lehet, vagy számára több botrány után is érdemes viccelni. Szerintem az rendkívül nehéz emberi szinten, de rajongói szinten is, bár sosem értettem, hogy lehet, és miért kell rajongani egy emberért, ráadásul olyan szinten, hogy csak attól elsírta magát valaki, hogyha meglátta Jackot. Mert ha megnézünk pár Jackson koncertet, a felvételek mindig mutatnak olyan képkockákat, amikor valaki ott bőg, ott zokog a nézők között, csak azért, mert először láthatja a királyt élőben. Én sosem voltam ez a rajongó típus, de mindegy, nem is ezt akartam kihozni ebből az egészből, hanem hogy szerintem nagyon könnyű összekeverni egy sztár hétköznapi személyiségét a művészi karakterével. Nyilván nem lehet tudni, hogy mennyi volt igaz a vádakból és a botrányaiból, és a személyes véleményem szerint Jacko tudja, hogy nem volt normális, köszönhetően apja gyerekkori nevelésének, viszont az kétségtelen, hogy egy tehetséges zenész, előadó művész és zeneszerző volt, még akkor is, hogyha a magánélete nem volt épp példaértékű. Több példát is fel tudnék hozni, amiből jól látszik, hogy a sztárok élete nem mindig egyezik meg azzal a világképpel, amit mi normálisnak gondolunk, de talán ebben is rejlik az ő zsenialitásuk, mert ha bár igaz, hogy van, ahol elvesznek a világtól, de olyan is akad, amikor egyedi remek műveket adnak hozzá. És talán így tudnám méltóképp lezárni ezt a videót. Én nagyon szépen köszönöm, hogy figyelemmel kísértétek a monológumat, és azt is, hogy meghallgattátok a gondolataimat. Most viszont puszi nektek, én James, sziasztok!